Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit! A mai napon 500 kilométert fogunk megtenni egy hamburgerért. Igen, ezt jól hallottátok, egy hamburgerért fogjuk ezt mind megtenni. Ugye, mivel eddig tényleg csak a közlekedés volt a téma a videóimban, ezért kevesen tudjátok rólam, bár azért aki így követ meg a live-okat nézi, amiből nincs túl sok, de ha nézi, akkor tudja, hogy van egy ilyen gasztro vonal is az életemben, tehát én imádok főzni, de legjobban hamburgert szeretek csinálni, meg enni, meg kóstolni. Úgyhogy kitaláltam, hogy kössük össze a vonatot a gasztróval, és ugye egyre több olyan tartalom lesz, meg van is a csatornám már most is, ami nem feltétlenül csak a vasút, hanem csak egy eszköz a vasút ahhoz, hogy eljussunk, vagy megcsináljunk valamit. Szóval, hogy keresem Európába azt a helyet, ahol a lehető legjobb hamburgert tudom megenni. Úgyhogy már most is mondom nektek, nyugodtan írhatjátok kommentbe azokat a helyeket, ahol el tudok vonatozni, ahol van vasút. Nem kell egyébként rögtön külföldi helyszínre gondolni, de akár nyugodtan lehet külföldi helyszínre is gondolni. Szóval azt is írhatjátok, de akár Magyarországon belül, és azt mondjátok, hogy ott nagyon-nagyon jó hamburger van, és gondoltam, hogy csinálunk egy ilyen videós sorozatot, hogy keressük a legjobb hamburgert. Ma a Five Guys-ba fogunk elmenni. Igen, nagyon vágytam már erre, hiszen egy olyan hamburgerezőről beszélünk, ami egy ilyen tipikus hamburgeres, szóval amerikai hamburgeres. Összeraktam a két szót. Hamburgeres. Ez egy új szó. De nagy. Szóval egy tipikus amerikai hamburgerező, franchise, és Magyarországhoz a legközelebb Five Guys Pécsben van. Úgyhogy minden adott ahhoz, hogy megkóstoljuk ezt a hamburgert, illetve ezeket a hamburgereket. Úgyhogy a mai videóban tartsatok velem, mert indul mindjárt a Railjet-em, és ha oda-vissza a kilométert és mindent beleveszek, akkor nagyjából 500 kilométert fogunk megtenni egy hamburgerért. Let's go! No! Leszállunk a vonatról, és hát végre megérkezünk ide Bécsbe, és megyünk kajálni, mert csak ezért jöttünk. Tehát itt most semmilyen mellébeszélés nincsen, semmi, úgyhogy nem kell röhögni Szabolcs, nem kell röhögni Ricsi, ők tudják, hogy miért mondom ezt. Semmi mellébeszélés nincsen, csak azért jöttünk, hogy ebédeljünk egyet. 13 óra 40 valahány perc van, és tök mindegy. Most veszek egy jegyet, mert nekem nem kell napos bérlet. 8 euró bagatel összeg, de még annyit sem fogom használni, tehát hogy csak a U1-es metróval át hasítunk egy kicsit itt a város közepén, és megyünk hamburgerezünk egyet, mert rohadt kíváncsi vagyok, hogy milyen a Five Guys hamburgere. De megkockázhatom, biztos, hogy bitang jó lesz. Egyébként a 80-as évek közepén jött létre ez az amerikai lánc, az egy franchise, és nekem van Amerikában élő magyar ismerősöm, ő mondta, hogy persze a Mackie-nek, meg a Burger King-nek, meg akiket itthon ismernek, KFC-nek, stb. Ezeknek a franchise-oknak megvan a maga közönsége, illetve szeretik természetesen, meg rengeteg éttermük van, de Amerikában abszolút nem evidens az, hogy a Mackie a legnagyobb ilyen hamburgeres franchise, tehát ott rengeteg ilyen van. Egy időben volt nálunk a Wendy's, nem tudom, hogy ki emlékszik rá. Nálunk az Ecseri úton, ami most Burger King, az régen Wendy's volt. Sokszor jártunk oda. Meg volt egy még akkor a Fóti kora, most már azt hiszem Ocean, még ott is volt egy Wendy's étterem. Nagyon szerettem. És a Five Guys az pontosan egy ilyen étterem, ami ugyan nem jelent meg soha Magyarországon, de alapvetően egyébként egy közismert, elismert, nemzetközileg is, de Amerikában pedig egy ilyen, hát hogy mondjam nektek, a gyorsértelmi láncoknak a prémiumját nyújtja, úgyhogy nézzük meg, ne pofázzuk már annyit erre. Olyan szép pillanat, amikor egy nyugdíjas házaspár, tényleg ilyen 70 és 80 év közelében járó házaspár, az így elsétál mellettem, és a kezüket, tehát fogják egymás kezét, na ez a lényeg. Egészen megható pillanat ez, amiben úgy érzem most jelenleg, hogy soha a büdös életben nem lesz részem, sajnos, de
De tök jó látni, tök jó látni. Úgyhogy vegyünk végre egy jegyet itt a Wiener Lilien irodájánál, mert ez a videó egy gasztró videó akart lenni, de még nem zabáltunk. Már hanyadik percre járunk. Úristen, és még sor is van. Na, let's go. Itt vagyunk közmár a Steffenplatzon, és itt van a kultúra, de minket baromira nem érdekel a kultúra, minket a hamburger érdekel. Hamburger! Ez a videó nem a kultúráról szól, szarunk bele a kultúrába, hamburgerezni akarunk, úgyhogy irány a Five Guys. No, mi ezért jöttünk? Ezért, öcsém, ezért. Minket a kultúra nem érdekel, minket az amerikai hamburger érdekel, érted? Ez egy ilyen videó lesz, jó? Úgyhogy én azt mondom nektek, hogy kóstoljuk meg végre a Five Guys-t. És akkor belépünk a szentélybe, ha kinyílik az ajtó, kinyílt. Van lift, de mi tudunk lépcsőzni, mert van lábunk. Úgyhogy így, kóstoljuk meg. Nyomassuk meg, öcsém, mert teljesen izgatott vagyok, és pont leszarom, hogy mindenki hülyének néz, hogy én kamerázgatok. Úgyhogy rendeljük valami nagyon király dolgot. Van sor, de nem olyan vészes egyébként a történet. Tulajdonképpen ennyi sor van. No, azt egyébként már rögtön most megállapíthatjuk, hogy rohadt mocskosú drága lesz ez az egész történet. Tehát egy hotdog, 7,30€ az alap hotdog, de ugye mi hamburgerért jöttünk, és minimum egy sajtburgert fogunk enni, vagy egy bacon burgert, nem tudom. De a lényeg az, hogy mocsok drága lesz, nézzétek. No, hát ez az igazi rohadt menő feeling volt, sőt, a srác mondtam neki, hogy mondom, hát Magyarországra jöttem. Azt mondja, ő is turista, és így öklöztünk egyet, rohadt jó. Egyébként a menühöz egy sört tudtam kérni, szóval igazi Amerika az egész feeling Amerika. No, amíg várakoztuk egyébként, addig ingyen van a mogyoró, teljesen ingyen. Úgyhogy mogyorózzunk. No, jelentkezem Budapestről, a vágóasztalról, ugyanis sajnos a YouTube azonnal lenyomta ezt a jelenetet, ugyanis itt nagyon hangosan szólt a zene. Egyébként röhelyesnek tartom, hogy ezért lenyomta, de lényegtelen. Itt elmondom, hogy tök jó a hely, illetve mindjárt kiszedem a csomagból a hamburgert, valamint a sült krumplit. Ezt majd láthatjátok, egyébként nem tudom, hogy mit dumálok ennyit, mert már nem emlékszem. Igen, és akkor most szépen megmutatom, hogy kapunk egy rakat szalvétát, valamint sült krumplit pohárba, ugye tipikus ilyen amerikai módon. Egyébként ez héjában sült, úgyhogy mondhatjuk, hogy azért különleges, nagyon finom egyébként, de hát majd az ízekre rátérek mindjárt, illetve megkapjuk a sajtburgerünket, aminek a csomagolása igazából hát semmi flanc, és ugye nem elvitelre kértem, hanem helyszíni fogyasztásra, de így fogjátok kapni helyszíni fogyasztásnál is a kajátokat. Itt kicsomagolom, és elmondom, hogy egyébként mocsok drága, tehát mindazért, amit itt most láttok, plusz egy Budweiser-es sör, ugye 23€-t fizettem. Viszont hát brutálisan jól nézett ki a cucc, itt nagyon-nagyon tetszett, és már alig vártam, hogy megkóstoljam. És ez nem ilyen kamu történet lesz, amikor az arcomon láthatjátok majd az íz orgiának a felszabadulását, mert hogy ez brutálisan finom volt, szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bejött nekem. És mindjárt rákóstolok a krumplira is, aminél féltem, mert nem szeretem ezeket a héjában sült történeteket, de ez valami brutálisan jó volt. És nem volt olyan sós, mint például a McDonald's-ba. Szóval nagyon-nagyon bejött nekem ez a történet. Hát igen, itt még egy kicsit magasztalom az ételt, és többször elmondom azt, hogy egyébként viszont rohadt drága volt. És ezt most is tartom. No,
meghajáltunk, és mondok pro és kontra érveket egyébként a franchise mellett. Az egyik, ami a, hát inkább a kontra, mocsok drága. Tehát 12 euró a legolcsóbb hamburger, ami a sima hamburger tulajdonképpen. Már a sajtburger az már 13 euró, és a legdrágább burger az 14 euró. Az egyébként csak egy sima békönös sajtburger, tehát 14 euró. Egy sima békönös sajtburger. És akkor itt még, jó, én egy 5 eurós kis burgonyát kértem, ami egyébként baromira nem volt kicsi, nem is bírtam megenni. Héjába sült krumpli, brutál finom volt egyébként. Tehát azt tudom nektek mondani, hogy egyébként ami itt kicsi, az a McDonald's-ba, az nem tudom, az a mininek a minie lenne egyébként kb. Érdekességképpen mondom nektek, hogy itt van egy McDonald's itt mögöttem, a sörömet nem tudtam elfogyasztani, egyébként nem nagyon vagyok egy, tehát sörívó vagyok, félre ne értsetek, úgyhogy küldjetek sört, meg sörre pénzt, de nem vagyok egy ilyen nagy vedelős, tehát hogy én nagyon szeretem szopogatni a sört. Szóval van egy McDonald's, aminek itt ilyen brutál nagy ilyen, hát ilyen balkon, vagy erkély, nem is tudom, hogy nevezzem. A lényeg egyébként, hogy mi az én véleményem a Five Guys-ról, az, hogy brutál finom. Brutál drága, brutál finom, és brutál laktató. Tehát egy zingburger, meg hasonlók nyomába se lépnek, tehát brutálisan finomabb volt annál. Ugye ezeket is szoktam én enni, meg fogom is, mert egyébként azok is finomak, de azoknál sokkal finomabb volt ez a burger. Viszont sokkal drágább is volt ez a burger, és hát azért Bécsbe csak ezért kijönni, az egy agymenés, azért ezt valljuk be. Szóval azoknak tudom ajánlani, akik egyszer ki szeretnék próbálni, sőt akár kétszer vagy háromszor ki szeretnék próbálni, és azok, akik amúgy más dolog miatt is Bécsben vannak, mert csak azért, hogy burgerezni kijöjjetek, az mocsok drága, az pláne mocsok drága, ugye nekem ez azért könnyebb, mert ugye nekem kártyáim vannak, így tehát a vasúti utazás az úgymond hát, nem kerül pénzbe. Szóval a lényeg, hogy a Five Guys bitang jó burgereket csinál, viszont csak ezért ne gyertek Bécsbe, de hogyha minden másért jöttök Bécsbe, akkor meg brutálisan kéne hagyjátok a Five Guys, szóval nagyon király. Közben már egyébként visszaértünk ide a Hauptbahnhofhoz, amire azt írja, hogy menjek arra. Arra is van, ki járok? Jó, nem tudom, ritkán szoktam metrózni egyébként innen. De azt írja, hogy menjek arra, úgyhogy arra megyek. Szóval a lényeg az, hogy egyébként egy ilyen gasztro túrán vagyunk tulajdonképpen. Én azt mondom nektek, hogy az érték, illetve az, amennyit fizettem érte, az nem egyezik. Ez egyértelmű. Ez mocsok drága, abszolút nem érte meg, ha csak az anyagiakat nézzük. Viszont, mint egy franchise-szerűen működő gyorséttermi történet, azt kell, hogy mondjam nektek, hogy életem legjobb hamburgere. Tehát az Zingburger és a hasonlók, amik egyébként magukról azt mondják, hogy hú, milyen király, meg talán még egy-két ilyen franchise állítja magáról, hogy milyen kézműves. Tehát hogy abban viszont az a legjobb burger, amit valaha ettem. Piszak finom volt. Annyira érezhető volt, hogy igazi burgerről van szó, hogy már úgy értem, hogy igazi hús van benne, hogy igazi jó alapanyagok vannak benne. Ettől függetlenül nem ért ez az egész dolog. Tehát egy hamburger, egy kis krumpli, meg egy kis sör nem ért 23 eurót. Viszont bocsosul finom volt, tehát most nem tudok már megint mit mondani. Amit az előbb is mondtam nektek ott a Second Platzon, hogy csak ezért ne jöjjetek ide. De hogyha erre jártok, akkor egyszer mindenképp ki kell próbálnotok. Valószínűleg nem térnék be, mint napi ebédelni vágyó, és brutálisan tartalmas volt a burger. Szóval, hogy ugye nincs sok burger, van egy sima, van egy sajt, illetve van egy békönös, meg talán egy békönsajt, ugye? Tehát ezek vannak.
Igazából mindegyik brutálisan tartalmas, de valójában ez nem egy olyan hatalmas egy választék, szóval nincsen, mit tudom én, milyen dupla csilis, meg tököm tudja milyen burger. Nem akarom tovább húzni az időt, megéri egyszer ellátogatni, de napi szinten semmiképpen sem. Szerintem osztrák fizetésekhez képest sem megérős napi szinten a Five Guys-ba ebédelni. Ugye, de mi csak a burgert kóstoltuk, pedig van egyébként hotdogjuk, van egyébként egy csomó shake, ingyen vannak a szószok, illetve ingyen van ugye a mogyoró, amit hát mutattam nektek. No, egynek jó volt. 10/7.5. Jó, mert azért, mert nem csináltam ezekről a videót, sok burgert kóstoltam, ettem már jobbat, ettem már rosszabbat. Franchise-szerűen működő burgerezők terén viszont az egy külön kategória legyen, akkor az 10/9, tehát az tényleg brutál jó. Tényleg brutál jó. Ajánljatok más burgerezőket is, és találkozunk legközelebb is, akár egy ilyen videóban, vagy akár bármilyen másik videóban, legyenek jók, és hát akkor stílusosan innen a Meki mellől. Sziasztok!